A Hajdunánási Mazsoret együttes csoportjai gálaműsorral zárták az idei tanévet, melyen három korosztály csoportjai mutatták be az elmúlt időszakban tanult koreográfiákat a szülőknek, hozzátartozóknak és a gála meghívott vendégeinek. Városunkban már több mint 20 éve működik mazsorett oktatás, a 2016-os tanévtől pedig már a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium intézményes keretei között sajátíthatják el a lányok a mazsorett alapjait és fejleszthetik magukat a művészeti ágban. A gálát a gimnázium igazgatója, Dér Balázsné Dobi Inci nyitotta meg. Minden ilyen rendezvényen az a legnagyobb öröm, hogy ilyen sok szülő, ilyen sok hozzátartozó kíváncsi arra, hogy ezek a csodatölgyek mit csinálnak ebben az évben. Hihetetlen csillogó tekintetek az ifjú is hölgyektől egészen a nagyobbik. És látszik rajtuk a liváliáktól, megmutatosságtól, a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnáziumban elkezdődött három éve ez a munka. A művészeti vezető foglalkozik a tanárnő hihetetlen energiával és lelkesedéssel foglalkozik minden egyes csoportjával, és ezeknek a gyerekeken már ez látszik. A műsorban a Csillag, a Szivárvány és az Amarilis csoportok mutatkoztak be. Az utóbbi, bár a Hajdúdorogi Mazsoret együttes égisze alatt működik, tagjai között nagy létszámban táncolnak hajdunánási lányok is, többek között a Kőrösi Gimnázium diákjai. Azokat a koreográfiákat mutattuk be, amiket egész év során csináltunk a lányokkal, illetve figyeltem arra is, hogy változatos legyen egy kicsit az összeállítás, mindenféle kéziszer legyen, volt pomponos, botos, illetve kiszászlós koreográfia, és próbáltunk építkezni is, hogy lássák a szülők, hogy honnan, hová juthatnak el a gyerekek több éves munkával. A Szivárvány csoport tagjai 9-11 éves lányok, akik már közel 5 éve mazsoretteznek. Az eltelt évek alatt számtalan rangos fesztiválon vettek már részt, és értek el igen szép eredményeket. Az idei tanévben is nagyon sikeresen szerepeltek,
de mellettük a legkisebbek, a csillagcsoport tagjai is igencsak büszkék lehetnek magukra, hiszen már ők is túl vannak az első megmérettetésükön. Részt vettünk a Szivárvány csoporttal a 3. új fehértói országos Mazsoret Fesztiválon, ott aranyoklevelben részesültünk. Ezután a Szivárvány és csillagcsoportokkal az Abigail nemzetközi minősítő fesztiválon vettünk részt. Itt különböző fokozatokban lehetett nevezni a gyerekeket. A legkisebbekkel a legalacsonyabb D-fokozatban bronz minősítést értünk el, ami azért nagyon fontos, hiszen ezek a pici gyerekek sokszor a helyüket sem találják egy vadidegen térben, és az, hogy ők bemutatták hibátlanul a produkciót, és erre még minősítést is kaptak, az számomra és a szülők számára is nagyon nagy büszkeség volt. A szivárványok már kicsit rutinosabbak, úgyhogy ők egy magasabb C-fokban indultak, C-fokban pedig ezüst minősítést értek el ugyanezen a Nemzetközi Minősítő Fesztiválon, valamint versenyzői külön díjat ítélt nekik oda a zsűri, ami a több mint 100 produkcióból 6-nak adatott meg csak. Természetesen az Amarilis csoport is számos elismerést szerzett az elmúlt évben. Többek között látványos zászlós koreográfiájukat aranyoklevéllel jutalmazta a szakmai zsűri. A nagylányokkal az ősszel a 9. Hajdúböszörményi Országos Fesztiválon pompon kategóriában indultunk, akkor aranyoklevelet érdemeltünk, majd a 19. Debreceni Országos Mazsoret Fesztiválon pompon kategóriában kiemelt arany, só kategóriában pedig aranyoklevelet érdemeltünk. Az évzáró gálával azért még nem ért véget teljesen a lányoknak a munka, hiszen vár még rájuk egy külföldi fellépés is. Persze egyben azért ez kikapcsolódás is lesz számukra. Lengyelországba készülünk a Demecseri Fúvószenekar Citronband kíséretében, egy nemzetközi fúvószenekari és mazsoret fesztiválra. Csütörtökön fogunk este indulni. Ez egy 3 napos rendezvény, sok-sok fellépéssel, színpadi műsorral, felvonulással, illetve gálaműsorral. Nem verseny lesz, de egy nagyon jó lehetőség a lányoknak arra, hogy nemzetközi porondon bemutatkozzanak. A gálaműsor végén mindhárom csoport tagjai megkapták elismerésüket az év során nyújtott színvonalas munkájuk és a minősítő versenyeken elért eredményeikért. Az érmeket és okleveleket Csorvásiné Kapusi Aliz igazgatóhelyettes és az együttes művészeti vezetője Balogh-Tóth Zita adta át. Szeptemberben pedig kezdetét veszi az új tanév, és új koreográfiák, megmérettetések, és várhatóan hasonlóan szép eredmények várnak a lányokra. És természetesen várják az új jelentkezőket is a Hajdunánási Mazsoret együttes csoportjaiba. Szeptembertől tervezzük új csoportindítását, illetve a jelenlegi csoportjainkhoz is lehet majd csatlakozni. A csillagcsoportba 5-6-7 éves kislányokat várunk, a szivárvány csoportba pedig 9-10-11 éveseket.